Legnagyobb örömünkre megjött a jó idő, és ezzel együttleg van egy nagyon fontos dolga mindenkinek, és ebben pedig Pásztor Tomi fog nekünk segíteni, hogy azt mindenki tudja, hogy ha jön a tél, akkor fel kell készülni hűtőfolyadékkal, ablakmosóval, téli gumival, de nagyjából ugyanennyi ezeket meg kéne csinálni visszavasszal is. Igen. Tehát, igen, hát most már bízunk benne, elhihetjük, hogy tényleg itt van a tavasz, mert a végére az elég nehezen adja magát a jó idő. Hát igen, elindult a tavaszi felkészítés, ezt össze szoktuk kötni az ügyfeleink a téli-nyári gumicserére, ugye mert mi is természetesen gumihotellal szolgálunk ügyfeleinket, itt letárolják a nyári gumikat, és akkor most szépen... Ne kapcsolj, gyorsan meg is szakítanálak. Fontos az, hogy elmosva tároljunk egy téli szettet, hiszen az a rengeteg só, ha sóznak, az tud a felninek és a guminak ártani? Az igazság szerint az ügyfeleknek úgy mondjuk, hogy ha lehet, akkor mindig lemez felnénk. Legyen a téli gumi, és a nyári maradjon rajta a szép felnénk. Tud, azért oda kell figyelni, de most azért talán annyira nem volt sózás, de azért tud. Hát a szép lassan, azt lehetett látni a régi könnyű alumínium könnyűfém felnéken, hogy úgy fölhabosodtak, fölbugybarékosodtak, ott a lakkalá bekerült a sós, után az alumínium elkezdett, tehát tud. Na de visszatérve, igen, ezek a gumik, ugye akkor fölhozzuk a nyári gumikat. Átnézzük, átforgatjuk, rakjuk a szentérgépre. Hát valamikor kiderül, hogy amikor levettük, hogy nem figyeltük, nem az ügyfélség, mondjuk hát ez félre van kopva, ez dudoros, ez megrepett. Igen, tehát ez lehet, hogy most akkor kéne gumit is cserélni, vagy már úgy el van kopva. És ugye természetesen, amikor cserélünk a gumit, az autó föl van emelve, és akkor szépen átnézzük az egész alját, mert azért most már gátjuk azért lettek, ugye? Tehát azért most elég szépen bekátyúsodottak az országutak, és akkor szépen átnézzük a lengőkarokat, a felléket, hogy nem sérültek, megnézzük az alját, az autókat. Gondolom, hogy kell-e futóművet állítani, ha nagyon nagy ütős napot. Igen, ügyfél. Szól le, hogy esetleg ferdinálnak kormányzal, azokat leelnőrizni, mert akkor az alját, lengőcsillapítókat, kékcsöveket, tehát minden dolgot, ugye akkor kipufogó rendszert átnézünk. Megnézzük, hogy hol tart az autó szervizfutásban is, mert ha van még hátra 2-3000 kilométer a szervizig, akkor ne jöjjön kétszer az ügyfél, hogy akkor megbeszéljük vele, hogy akkor azt is megcsináljuk rajta. Fontos ilyenkor a motorteret, meg így a hűtőket kimost, hogy ettől is mindenki fél, hogy az a latyakos, kimarja, stb. Illetve szabad-e ezt valakinek önállóan mondjuk, hogy bemenni egy nagy nyomású mosóval és... Igazság szerint nincs rá egy ári technológia, ezt nem írják elő. Elég nehéz, hogy most hogy mossuk el. Általában a klímahűtők be vannak téve a rendes hűtő elé. A hűtőre el se érjük magas nyomású vizet, csak nagyobb kárt okoznánk. Arra oda kell figyelni, ami szokott problémát jelenteni, a nyárfának. Amikor száll ez a nevezük trutyinak. Na, olyat már látom sokat, hogy szépen az gyönyörűen egy filmet alkotott a hűtőn. Sőt, amikor be tudott menni a klíma és a sima hűtő közé, és nem értettük, hogy mi van, hát van víz, mennek a ventilátorok, nem... Hát is akkor szép ki a két hűtőt, és akkor kipucolni is az, hogy gyönyörűen szépen el tudják rakni. Tehát arra azért oda kell figyelni. Egy ilyen felkészítésre kb. Mennyi az ára? Ugye pontos árakról nem beszélhetünk, de hogy én úgy gondolom, hogy érdemes ezt egy szakszervizbe elvégeztetni, mert nem annyira ijesztő. Tehát vannak a gyári átvizsgálások, vannak ilyen használt autós 150-210 pontos átvizsgálások. Ezek olyan 9000-től olyan 25000 forintig mennek. Akkor egy checklist alapján megyünk végig, és nézzük át az autót. Hasonló, mint egy vásárlás előtti átvizsgálás, az olyan 20000 forint környéken van nálunk. Na, hát akkor erről pedig jövő héten fogunk majd akkor beszélni, ugyanis szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy mielőtt veszünk egy használt autót, előtte nézessük meg.